Májusban Ukrajnába 350 ezer tonna üzemanyag érkezik új logisztikai útvonalon. Ennek érdekében a kormány egy intézkedés csomagot hagyott jóvá, amely az EU-ból érkező üzemanyagimport napi mennyiségét 4 ezer tonnáról napi 12 ezer tonnára növeli. Ötször több üzemanyagot importálnak Ukrajnába vasúton. Márciusban ez a mennyiség 35 ezer tonna volt, májusban 180 ezer tonnára lehet számítani. A közúti szállítások 15-szörösére 5000-ről 85 ezer tonnára nőttek. A folyami közlekedési eszközök bevonásával négyről 22 ezer tonnára nőtt a mennyiség, közölte Júlia Sviridenko, első miniszterelnök helyettes gazdasági miniszter. Egyben hozzátette, megállapodás született annak kapcsán, hogy megkezdődik Magyarországról a csőrendszeren keresztül az üzemanyag reversz szállítása. Ukrajna visszaigazolást kapott, hogy a havi 35 ezer tonna importot várhatóan 50 ezer tonnára emelik. Eközben a vámhatóság külön zöld sávot alakított ki a Lengyelországból érkező üzemanyagot szállító teherautók számára, ami azt jelenti, hogy a napi 110 teherautó helyett közel 200 lépheti át a határt.